Az első negyed óra ismerkedését követően a hazaiak előtt adódott helyzet erős középre tartó lövését azonban védte a szolnokiak kapusa. A 37. percben viszont már gólt ünnepelhetett a kisvárdai csapatkapitány, aki Kosta jobboldali beadását úgy kanalazta kapura, hogy Papp Szilárd már csak a gólvonalon túl érte el a labdát. Az első félidő oktatófilmbe illő hazai támadással zárult, Kosta azonban nem tudta gólra váltani az előtte adódó helyzetet. Szünet után 5 perccel viszont már 2 góllal vezettek a hazaiak, Cseri baloldali szögletét követően a berobbanó Papucsek fejelte a léc alá a labdát. A folytatásban bátrabb lett a szolnok, aminek a 71. percben meg is lett az eredménye, Ízing hibáját kihasználva Gajdos lőtt a léc alá. A hátralévő időben már nem esett több találat, így a Kisvárda győzelemmel zárta a szezont. Meglepett a szolnoknak ez a játéka. Az első félidőben a mérkőzés elején nem is igen találtuk a fogást az ellenfélen, aztán úgy gondolom, hogy jókor jött a gól, és az egy kicsit megnyugtatta a csapatot, úgyhogy én úgy gondolom, összességében megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést. A szolnokiak edzője szerint csapata játékán látszott, hogy már korábban kiharcolták a bennmaradást. Egy tét nélküli mérkőzés volt, én azt gondolom, hogy sokkal jobb meccs jött le belőle szerintem, mint ami általában ilyenkor szokott lenni. Tényleg valóban az első félidő, második félidőben picit elaludtunk egy beívelésből, egyéni hibákból, sajnos, illetve egy szögletből a második félidő elején gólt kaptunk, és onnantól kezdve nagyon nehéz volt ebből visszajönni ebbe a meccsbe, de visszajöttünk, hát a pontot az íre nem tudtuk föltenni. A hazaiak csapatkapitánya, a végül 19 gólig jutó Erős Gábor annak örült, hogy utolsó hazai meccsükön is ki tudták szolgálni szurkolóikat. Nagyon hosszú volt ez a szezon, és a picit a végére elfáradtunk, én úgy érzem, és meg kell emelni a kalapot a szolnok előtt, mert a másik fél időben az, az igazság, hogy jobban játszottak. Talán még, ha úgy mondom, lehet, hogy rászolgáltak volna az egy pontra is, de azt gondolom, hogy ez itt tökéletes befejezés számunkra, úgyhogy ettől a fantasztikus közönségünktől egy győzelemmel tudtunk búcsúzni, és azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres bajnokságon vagyunk túl. A 30. forduló további eredményei a következők: Mezőköves Dunaui Város 4-0, Szeged Csákvár 6-0, Soroksár Sopron 2-1, Sziget-Szent Miklós Balmazújváros 0-3, Budaörs Vác 3-0, Gyirmócz Siófok 3-4 és Zalaegerszeg Ajka 5-0. A bajnoki címet a Gyirmócz szerezte meg 65 ponttal, megelőzve a szintén NB1-be jutó 57 pontos Mezőkövesdet. A Kisvárda 52 ponttal a negyedik helyen zárta a szezont.